Nagyon örülök, hogy pár mondatban a Morotva Fesztivál Kft. Részéről észrevételeket tehetünk mi is a halasnapok rendezési joga átengedésével kapcsolatosan létrejött megállapodásnak a helyzetéről, illetve annak a hatályba lépéséről, vagy annak kérdésről, hogy egyáltalán hatályba lépette, vagy sem a szerződés. Polgármester asszony sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy 2013. május 3. napján írták alá a felek a szerződést. Általában sem vitatottan, tehát ekkor került sor a szerződés aláírására. Azonban lényeges körülmény, hogy ebben az időpontban a szerződés a Morotva Fesztivál Kft. Ügyvezetője, illetve a polgármester asszony írta alá. Ekkor a pénzügyi gondnok ellenjegyzésére, illetve a szerződés készítő ügyvéd kollega ellenjegyzésére nem került sor. Ez azért lényeges körülmény, mert ismert, hogy a Tiszafüred önkormányzata adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll, és adósságrendezési eljárásról szóló jogszabály pontosan meghatározza a pénzügyi gondnok feladat és hatáskörét. Az adósságrendezési eljárásnak központi figurája a pénzügyi gondnok. A jogszabály a pénzügyi gondnok feladat és hatáskörét garanciális és szakmai jellegű feladatként állítja be, és pontosan határozottan rendelkezik arról a jogszabály, hogy önkormányzati kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítéséhez a pénzügyi gondok ellenjegyzése szükséges. Az aláírásra május 3. napján tehát úgy került sor, hogy a Tiszafüred város önkormányzatának pénzügyi gondnoka ellenjegyzésével nem látta el ezt a szerződést. A szerződéskötés aláírását követően polgármester asszony összeszedte a szerződés valamennyi példányát, magához vette, visszatartotta, nem adott ki abból egyetlen példányt sem a Morotva Fesztivál Kft. Képviselője részére, mondva, hogy ehhez szükséges, hogy a pénzügyi gondoknak az ellenjegyzése is. A szerződésben az önkormányzat is vállal kötelezettségeket, ezért is szükséges, hogy a pénzügyi gondoknak az ellenjegyzése. Maga a rendezési jog átengedésére kötelezettséget vállal, többek között kötelezettséget vállal arra is, hogy önkormányzati területek használatát, hasznosítását engedi át a szervező cég részére, és emellett szerződés biztosító mellé kötelezettségként ködbér fizetési kötelezettséget is vállal. Tehát egyértelműen is kétséget kizáróan megállapítható szerintünk, hogy ez a szerződéshez szükséges a pénzügyi gondoknak is az ellenjegyzése. Pénteken aláírásra került ez a szerződés, ezt követően eltelt a hétfői nap, a keddi nap is, és már a szerdai nap is, csak nem. De az önkormányzat részéről még mindig nem került átadásra az aláírt szerződés a Morotva Fesztivál Kft. Részére. Szerda délutáni órákban kerestük meg az önkormányzat jogi képviselőjét, a szerződés készítő és ellenjegyző ügyvéd kollégát, hogy ügyfelét, az önkormányzatot legyen szíves megkeresni, és hívja föl arra, hogy a szerződés eredeti példányát adja át a Morotva Fesztivál Kft. Részére. Kiemeltük, hogy a Morotva Fesztivál Kft. Teljesíteni kívánja a szerződést, teljesíteni kívánja a szerződésben foglaltakat. Ugyanakkor erre csak akkor van lehetősége, hogyha a szerződés eredeti példánya rendelkezésére áll. És szükséges, hogy a pénzügyi gondnok ellenjegyzése is szerepeljen ezen a szerződésen. Különösebben azt hiszem nem szükséges megindokolni annak a jelentőségét, hogy miért kell egy kötelezettséget, szerződésben kötelezettséget vállaló személynek az, hogy birtokában legyen maga a szerződés, ami alapján teljesítenie kell.
ebben az esetben különösen indokoltá teszi még az, hogy a szerződés a Borozó Fesztivál Kft. Birtokában legyen, hiszen csak annak ismeretében látja, hogy azt a pénzügyi gondok valóban ellátta ellenjegyzésével, ennek, és hogyha megvan ez az ellenjegyzés, akkor a későbbiekben nem kerülhet arra sor, hogy bárki vitássá teszi azt, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően vállalt kötelezettséget ebben a szerződésben. A megkeresésünket követően adta át csak az önkormányzat a szerződés eredeti példányát. Ez igazoltan május 8. napján, 5 óra előtt néhány perccel került sor. Gyakorlatilag ekkor került abba a helyzetbe a Moroca Fesztivál Kft., hogy a teljesítést elkezdje, illetve a teljesítési határidő ekkor kezdődött meg. Innentől kezdve számíthatjuk azt a 3 napos teljesítési határidőt, ami a szerződés, amiről rendelkezik. A polgári anyagi jog egyértelműen meghatározza a teljesítési, egyértelműen meghatározza a határidő számításokat, a polgári törvénykönyv hatályba lépéséről szóló jogszabályaként rendelkezik, hogy a napokban meghatározott határidőkben a kezdőnapot nem kell vele számítani, illetve hogyha a határidő utolsó napja munka szüneti napra esik, akkor a határidő az ezt követő munkanapon jár le. Szerdán készhez kapta a Moroca Fesztivál Kft. A szerződést. A következő napon indul a 3 napos teljesítési határidő. Csütörtök az első nap, péntek a második nap, harmadik nap szombat, a harmadik nap ez egy munkaszüneti nap, ebből következően a teljesítési határidő a következő munkanapon hétfőn járt le. Hétfőn a Moroca Fesztivál Kft. Részéről teljesítésre került az 1 millió forint az önkormányzat bankszámlájára, arra a bankszámlára, amely a szerződésben meghatározásra került. Ezt a tényt maga az önkormányzat sem vitatja, elismeri, hogy május 13. napján megfizetésre került részére az 1 millió forint. A feleket nem csak együttműködési, hanem tájékoztatási kötelezettség is terhel ugye egy szerződés teljesítése kapcsán. A szerződés lehetőséget biztosít arra a Moroca Fesztivál Kft. Részére, hogy közreműködőt vegyen igénybe a teljesítése kapcsán. Moroca Fesztivál Kft. Nem tett mást, kötött egy megbízási szerződést egy magánszeméllyel, közreműködőt vett igénybe, aki a részéről a Moroca Kft. Nevében, de mint magánszemély fizette be ezt az 1 millió forintot. Erről a tényről gyakorlatilag haladéktalanul tájékoztatta az önkormányzatot, és nem csak egy bejelentéssel élt, hanem magát a megbízási szerződést mutatta be és adta át az önkormányzat részére. Ez a megbízási szerződés pedig kicsit kizáróan igazolja, hogy a befizető a Borotva Fesztivál Kft. Megbízásából járt el, és az volt a többek között a megbízása, hogy a rendezési jog ellenértékét fizesse meg az önkormányzat részére. Ilyen előzmények után derült égből villámcsapásként érte a szervező céget, amikor 15-én készhez vette az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy álláspontja szerint a szerződés nem lépett hatályba, mert nem határidőben teljesített a társaság. Azért is érdekes ez, mert amikor közölve lett ez az önkormányzat által fogalmazott, illetve a polgármester által fogalmazott nyilatkozat a társasággal, akkor már az önkormányzat előtt igazoltan ismert volt mind a befizetés ténye, mind pedig az, hogy kinek a megbízásából is ki az,
aki befizette, ki az a magánszemély, aki befizette a rendezési jog ellenértékét az önkormányzat részére. Tehát ismert volt előtte, hogy valóban a Morotva Fesztivál Kft. Részéről történt a teljesítés. Annak ellenére, hogy az önkormányzat május 15. napján közölte a Morotva Fesztivál Kft.-vel, hogy álláspontja szerint nem hatályos ez a szerződés, rövid időn belül írásban megerősítette ismét a Morotva Fesztivál Kft., hogy az ő részéről, az ő nevében, az ő megbízásából történt a rendezési jog ellenértékének befizetése. Megerősítette, hogy az eljáró magánszemély Morotva Fesztivál Kft. Részéről járt el. Ebben a levélben kifejezte azt az álláspontját, hogy szerinte szerződés szerint járt el a szervező cég, határidőben teljesített, a szerződésnek megfelelő összeget fizette meg az önkormányzat részére, és megerősítette, hogy teljesíteni kívánja a továbbiakban is a szerződést. Megerősítette azt a tényt, ami egyébként igazolja a Morotva Fesztivál Kft. Szándékát, hogy ő teljesíteni kívánja a szerződést, tehát megerősítette, hogy a Rippel Akadémia nyári táborának megszervezésére a szerződést a Rippel fivérekkel már megkötötte, és felhívta az önkormányzatot egyúttal, hogy tegyen eleget ő is a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, többek között annak, hogy adja át azt a helyszínrajzot, amelyben megjelölésre kerültek azok a területek, amelyeknek a használatát, illetve a hasznosításának jogát az önkormányzat átengedi a szervező társaság részére. Nyilvánvaló ez elengedhetetlenül szükséges a szervezés lebonyolításához, mivel csak ennek ismeretében tudja a szervező társaság azt, hogy mely területeken szervezheti meg a rendezvénysorozatot. Ennek ismeretében köthet szerződéseket a területre, és ennek ismeretében tudott előtte az, hogy a használattal, annak a területnek a használatával rendelkezhet. Ezen felül kérte az önkormányzatot a Morotva Fesztivál Kft., hogy jelölje meg, adja át részére a halasnapok hagyományos műsorrendjét, hiszen a szervezőtársaságnak van egy olyan kötelezettsége is, hogy a hagyományos műsorrendhez igazodóan kell megszerveznie a halasnapokat. Ennek megfelelően kell a rendezvény programját összeállítani, amit majd egyeztetnie kell egyébként az önkormányzattal. Ugyanakkor ennek értelemszerűen előzményi feltétele, hogy ismernie kell magát a halasnapok hagyományos műsorrendjét is, mert csak ahhoz igazodóan tudja megszervezni a rendezvényt. Ezt a levelét eljuttatta az önkormányzat részére, amelyek kapcsolatosan sajnos az önkormányzat elutasítását fejezte ki, fenntartotta azt az álláspontját mindezek ismeretében, hogy nem határidőben került megfizetésre a rendezési jog ellenértéke, fenntartotta azt az álláspontját, hogy nem lépett hatályba a szerződés, és egyemekben pedig elutasította ezeknek a feltételek, a helyszínre az átadását, illetve a hagyomány, a halasnapok műsorrendjének az átadását, hivatkozva arról, hogy azt egyébként is ismeri a Morotva Fesztivál Kft. A helyszínre az annyiból érdekes és lényeges még, mert a szerződés szerint a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi ez a helyszínrajz, amely viszont sem a szerződés aláírásakor, sem pedig azt követően nem került átadásra a szervező társaság részére. Nagyon sajnálatosnak tartja ezt a Morotva Fesztivál Kft. Gyakorlatilag nagyon nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy
a hosszú múltra visszatekintő halasnapok ebben az évben is színvonalasan megrendezésre és lebonyolításra kerüljön, és sajnálja, hogy ilyen alaki kifogásokra hivatkozva utasítja az önkormányzat a szerződés hatályba lépését. Ugye problémaként hivatkoztak arra, hogy a pénzügyi készpénzes befizetés nem megszokott a gazdasági életben. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy ez azért is meglepő ez a nyilatkozat magától az önkormányzattól, hiszen az előző évben is ehhez hasonlóan készpénzes befizetés történt a halasnapok rendezése kapcsán az önkormányzat részére, sőt egy jóval nagyobb összeget fizetett akkor a Morotva Fesztivál Kft. Az önkormányzat részére, akkor ez kifogásként nem merült föl. Tehát nem merült föl a készpénzes teljesítéssel kapcsolatosan kifogás, illetve a pénzügyi gondok ellenjegyzését fogja úgy föl a polgármester asszony nyilatkozata szerint, hogy ő a pénzügyi gondokot tájékoztatja, illetve tudomására hozza ezt a önkormányzat kötelezettségvállását. Jól lehet, ugye a jogszabály szerint nem a tudomására kell hozni a pénzügyi gondoknak a önkormányzati kötelezettségvállalást, hanem határozottan fogalmaz az önkormányzatok adósságrendezéséről szóló jogszabály, hogy a kötelezettségvállalások és kifizetések csak a pénzügyi gondok ellenjegyzésével történhetnek. Tehát ezért lényeges az a körülmény, hogy mikor kapta meg a Morotva Fesztivál Kft. A pénzügyi gondok ellenjegyzésével ellátott szerződést, és ezért rontja az önkormányzat indokolását álláspontom szerint az, hogy készpénzes befizetés történt, hiszen korábban is már erre volt gyakorlat, és mondom, egy nagyobb összegről. A szervezőtársaság nagy célokkal indult ennek az évnek, ennek a nyárnak a megrendezésére. Sajnos kétségessé vált így, hogy a halasnapok megrendezésre kerül általa, és sajnos az is kétségessé vált, hogy a augusztusban megrendezni tervezett Morotva Music Festival megrendezésre fog kerülni, illetve volt részükről egy nyárvégi záró nagy rendezvény megtartása is tervekben volt, jelen állás szerint sajnos erre sem kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a álláspontunk szerint ez a rendezési jog átengedésére létrejött megállapodás érvényesen és hatályosan létrejött, hatályba lépett, többször kifejezte a társaság a rendezési szándékát, illetve azt, hogy meg kívánja rendezni ezt a fesztivált, illetve a halasnapok rendezvénysorozatot, igazoltan megfizette ennek ellenértékét. A nyári a Rippel fivérekkel már leszerződött, ennek ellenére sajnos a továbbiakban azt kell megállapítania, hogy az önkormányzat okán hiúsul meg ez a szerződés, és a továbbiakban pedig a megfelelő jogi lépések megtételén kell gondolkodni, illetve a megfelelő jogi lépéseket fogja megtenni a szervezőtársaság.